Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, kedves barátaim! Képzeljétek el, hogy még soha nem voltam utcai szónok, úgyhogy ez az első most, tehát szülinap ebből a szempontból nekem is. Utcai szónokká változom egy kis rövid időre. Nagyon tetszett Sólyomfi Zoli mondása. Én őt amúgy is nagyon szeretem, egy igaz embernek tartom, és többször is voltunk együtt szertartásszerű körülmények között, tehát tudom, hogy ő egy tényleg tiszta szívű, erős lelkű ember. Tehát örülök, hogy így együtt vagyunk egy ilyen dologban, és mi nem beszéltünk össze, bocsánat. Tehát senki nem tudta másikról, csak jöttünk. Na ezért jöttünk, barátaim, elmondanám nektek, hogy ami a legfontosabb a világon, az a tudatszabadsága. Igaz? Ez a legfontosabb. És ezt meg nem lehet tőlünk elvenni. Képzétek el, nincs rá mód. Tehát még hogyha nagyon csípik az embert oldalról fogóval, még abban a szituációban is tud szabad lenni a tudata. Képzeljétek el, nem mondom, hogy könnyű. Tehát rajtam se kell kipróbálni, nem állítom, hogy én akkor nem üvöltöznék. De a lényeg a következő. Ha szabad a tudatunk, akkor szabadok vagyunk. Ez a lényeg. Mert az, hogy mi jól érezzük magunkat, boldogok vagyunk, az rajtunk áll. Tehát bár a külső körülmények, mint ilyen fogók tépnek belénk, és itt érezzük, hogy ezeket a fogókat nem jó indulatuk ezek tartják. Ha ezt érezzük, azért még ne adjuk föl. Tehát nem rajtuk múlik, hogy mi hogy érezzük magunkat. Igaz, hogy mindent elkövetnek, hogy ne érezzük magunkat jól, és lehet látni, hogy direkt történnek a dolgok, de nekünk nem kell ez alá vetni magunkat. Nem kell. És képzeljétek el, hogy a legeslegfontosabb, hogy mi mindnyájan testvérek vagyunk. Ez nagyon fontos. Ténylegesen, igaziból, tiszta szívből mondom. Valóságban. Tehát mert mindegyikünk egy én. És amikor mondjuk, hogy én, akkor teljesen világos, hogy kire gondolunk. Tehát valakire legmélyebben bennünk, aki figyel. Ugye, mert az én, az nem ruházható fel szorosabban vett konkrétumokkal. Tehát, hogyha már mind a négy végtagunkat levágták, még akkor is én. És a 3 éves gyerek is én, és a 35 éves ember is én, és az a 78 éves haldokló is én. Tehát semmi közös nincs bennünk, abban a sokaságban, aki én vagyok, de mégis én. És képzeljétek el, hogy ez az én közös élmény. Schopenhauer mondta, mindenki, aki gondolta, vagy leírta, vagy mondta azt a szót, hogy én, ugyanarra az énre gondolt. És nézzétek meg, hogy mindnyájan egy-egy én vagyunk. És az a csodálatos magyar nyelv, ami mi közös kincsünk, az meg azt mondja, hogy egyén. Ott ül egy egyén. Mert ő is egy én. Ez óriási, nagyon fontos. Ilyen a mi magyar nyelvünk, gyerekek. Óriási. Tehát én nagyon-nagyon nagy szeretettel vagyok a magyarságom felé. Én nem azt mondom, hogy büszke vagyok arra, hogy magyar vagyok, hanem én nagyon örülök. Én hálás vagyok a Teremtőnek, hogy engem magyarnak teremtett, mert a külső körülmények ellenére itt nagyon-nagyon magas szellemi szintekre lehet eljutni. Pontosan akkor, hogyha értjük a magyar hagyományt, és a magyar kultúrát, és a magyar nyelvet. Csak ez a pár dolog minket a legmagasabbra el tud vinni. Mindegy, most nem kezdek el nyelvészkedni, de ez az egyén, ez ja, még egy. Mert hogy mit mondott az Úr, amikor megteremtette a világot? Szépen ugye megteremtette, és plusz a végén az embert. És mit mondott? Hogy szem éj. Hogy éljen egy szem. Ott éljen az Úrnak a szeme. Mert mi az Úr szemei vagyunk, és mindjárt egy-egy személy. Ez óriási, gyerekek. Ilyen nyelvben élünk. Hát hálásnak kell lennünk, hogy láthatjuk, hogy milyen a viszonyunk a világgal. Óriási jó. Tehát ezért mi ne elkeseredjünk, hogy haj, szegény magyarok, minket aztán mindenhol, Na most ez hülyeség. Igaz? Viszont az, hogy az ember hálát ad neki, hogy ilyen csodálatos nyelvünk van, ennyire értjük egymást. Hát hiszen mi, ki tudja, hogy ki milyen pártra szavazott, kit érdekel, gyerekek? Kit érdekel?
Hát át vagyunk verve, már nem tudom mióta, tök mindegy, hogy ki mire szavaz. Egy totál hamis marhaság van. Totál, 100%-os hamis, itt mondta a másik mester is. De mindegy, én nagyon örülök, örvendezek. Képzeljétek el, hogy elindult a folyamat, aminek most mi a kis csírájában vagyunk, a kis izéjében, a kis magjában. Tényleg elindult a tudati forradalom. Elindult. Így van. Elindult. És figyeljétek meg, hogy mi lesz ez. A Krisztus, Buddha és Gandhi nyomán. A szeretetről szól. Tehát az, hogy mi, ne engedjük meg, hogy minket szétszedjenek. Hát gyerekek, mi egy sorsúak vagyunk. Hát nehogy már jobb és bal oldal legyen, hát normális. Jobb és bal, hát ez hülyeség. Különben is a költőnek van egy jó verse erre. Az a cím, hogy a költő tartózkodik. A költő tartózkodik. Írta Lár András verse. Épp itt áll a költő, nem jobb ráb, nem bal ráb. Nem áll ki belőle pluszba még egy jobb láb, vagy egy bal láb. Épp ezért nem dűl el. Maximum imbolyog, ha ezt támasztják alá tények és indokok. Tartózkodik tehát olyféle vitáktól, melyekben jobbról csap bal felé kőzápor. Vagy épp egy balkéz marok mar bele a jobba? A költő ezt kerüli. Van neki jobb dolga. Feltűnhet fent, lent, oldalt, hol ott, hol itt, de ahova odaér, épp ott tartózkodik. Köszönöm szépen! Úgyhogy zárszóként azt szeretném mondani, hogy rendkívül sok módszer van arra, hogy magunkon belül békések legyünk. És higgyük el, hogy minél többen békések leszünk belülről, ez mint a ragály távozik, szétspriccel. Tehát az, hogy nem vagyunk hajlandók gyűlölködni, hogy most ki zsidó, vagy ki cigány, vagy ki tót, vagy ki szláv, vagy bármi. Ez hülyeség, mert mindenki ugyanazzal az isteni szemmel néz a világba. Tehát ne engedjük magunkat szétszedni, a gyűlölettel megfertőzni, nem. A gyűlöletet kapásból át kell alakítani rögtön, belátássá, tisztasággá, és akkor jó lesz. És hogyha nagyon sokan leszünk, akik nem hajlandók gyűlölködni, figyeljétek meg, szétolvad az egész feltételrendszer, amibe kapaszkodnak, akik a gyűlölködést keltik. Tehát ha mi nem ők hajlandók gyűlölködni, akkor szétolvad, szét, egyszer eltűnik ez az egész dolog, és ezt szeretném mondani, hogy már elindult. Tehát nem most, nem a legelején vagyunk, ott van. Úgy van. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, sziasztok, minden jót. Azt hiszem, hogy nagyjuknak csodálatos volt ezt hallani. Két nagyon komoly, gondolkodó, spirituális személy elmondta nekünk azt, amiről a világ szól. Én azt gondolom, hogy nagyon jó folytatása lesz ennek a fórum, és beszélgessünk tovább erről ezekről a dolgokról, ami még előtte szeretném, hogyha elhangzana. 23-án lesz egy megemlékezés, egy különös megemlékezés, mert tudjuk, hogy devizahitelezésben és azt körülvevő folyamatokban több mint 3000 ember veszítette életét, és egy autós gyászmenet lesz megtartva, ami elindul azokra a címekre, azokhoz az emberekhez, akik erről nagyon sokat tehettek. Ők miniszterek voltak, vagy jelenleg is miniszterek, bankárok, vagy olyan emberek, akik nem fették kellően figyelembe azt, hogy az ember emberből van, hogy a pénz az csak pénz, nem hagyták elsorvadni a legszebb dolgot a világon, az emberi életet, pusztán azért, hogy profit legyen az Úr. A tüntetést szervező autós vonulás, kopánycsoport Facebook oldalán megtalálták a részleteket, mindenki megnézheti, és remélem, hogy minél többen részt veszünk, méltóság teljesen, és emlékezve az áldozatokra. Köszönöm, akkor én azt javaslom, hogy folytatódjon a fórum, és köszönjük Solyom Fizolinak és Lár Andrásnak, hogy itt voltak, nagyon sokat számított nekünk is, mind a mondani való, mind a személyük, köszönjük még egyszer. Mm.